Édesanyámnak a emlékezése úgy szólt, hogy amikor születtél, éppen harangozott a harangozó néni, és utána bejött, és kérdezte, na, fiú-e vagy lány? És amikor mondtuk, hogy fiú, azt mondta, ebből a fiúból akkor pap lesz, mert harangszóra született. Hát Pécsett születtem, és onnét 12 éves koromban átköltöztünk Bonyhádra, és a pécsi lelkész, akinél akkor konfirmáltam, azt tanácsolta a szüleimnek, hogy Bonyhádra az evangélikus gimnáziumba írassanak be engem. Gömöri József és Tomka Gusztáv volt a hitoktatóm, és hát így fertőzöttem meg egy kicsit a teológiával. Elmentem minden nyáron gyárba dolgozni. Az első évet az köműveseknél dolgoztam, és csak később kerültem be a gyárnak a belső részeibe. Ott volt egy Kolman nevezetű grafikus, és hát az nagyon megszeretett, és sokat mutatott nekem ilyen trükköket, hogy kell karikatúrát rajzolni, és egyebeket. Hát nehéz anyagi gondok között éltünk, és édesanyámat eléggé beszervezték ott a Szocdem pártba, és hát hogy neki az volt a véleménye, hogy ilyen nagyszerűen fejezte ki a négy elemjével, hogy papokra nem lesz szükség, mert mind kódisok lesznek, a festők meg nem csak kódisok lesznek, hanem még bolondok is. Szóval ilyen egyszerűen foglalta össze a papság és a festészet elleni tiltakozását. És akkor hát kalapba raktam mindenféle lehetőséget, és hát az építészmérnökét húztam ki, és hát a mama nagyon megnyugodott, hogy na, abban van egy kis művészet, és akkor majd meg fogsz nyugodni az építészetet. Hát oda föl is vettek, méghozzá ilyen állami ösztöndíjjal a bizonyítványom alapján. Ott voltam egy évig, de már elég viharos volt itt Pesten az osztályharc a kollégiumban is. Harmadik emeletről kidobálták a szocdemesek, a nékocosoknak az ágyait. Írtam a Jánosi professzor úrnak, hogy nem jöhetnék át a teológiára, mert úgy érzem, hogy ez nem az a hely lesz, ahol én meg fogom találni a lelkem nyugalmát. A teológián különös dolog volt az, hogy a Podmanicki Pali bácsinak a famulusa lettem. Egy áldott meleg szívű ember volt, és megkérdezte, hogy mostanában mindig szomorú vagy, mi baj van? Mondtam neki, hogy hát el kellett búcsúznom a festészettől. Megállt, és azt mondja, nagyszerű dolog, hogy te szereted a festészetet, és itt vagy a teológián. Vedd elő, és dolgozz szorgalmasan. Hát ez volt a mi végleg hát felszabadított, és hát ettől kezdve különös lendülettel vetettem magam az Új Szövetségnek, mert ott van az evangélium, és jártam el a soproni festőiskolába hetente egyszer, és ott történt meg az, hogy Barcsai Jenő professzor tehetségkutatáson járt Sopronba, és félrehívott, és azt mondta, hogy gyere el a főiskolára, föl foglak venni, neked ott volna a helyed. És hát én meglepődtem, és megdöbbentem, és mondtam neki, hogy én szeretném előbb elvégezni a teológiát, és majd utána. Azt mondja, az akkor már nem fog menni, ez ugye 49-ben volt. Hát, jó proféta volt.
szóltak, hogy menjek be a Grocsák tanár úrhoz, és bemegyek hozzá, leültet, azt mondja, kedves fiam, azt mondja, hol élsz te? Azt mondja, hát nem, hogy képzeled el azt, hogy marxista intézetben egyházi művészetet akarsz te tanulni? Hát nem értettem ezt az egészet, és mondom, hát miért a művészet az nem, se nem egyházi, se nem marxista, az művészet. Nagyon nem tetszett neki. Hát a főiskolának az elmaradása nagy traumát okozott nekem, és a lelkészi szolgálatot is eléggé zavarta. Valószínűleg ezt vehette észre a Túróci püspök, és megkérdezte, hogy mit csinálsz te most. Mondom, temetem az álmaimat az egyházművészetről. Mondta, az álmokat nem temetni kell, hanem kemény munkával, szorgalommal megvalósítani. Így teljes lett a nyugalom, ezt Hernád Büdre készítettem el 6 körbe foglalva ezt a szimbolikus képet. 3 újszövetségi, 3 ószövetségi nézett egymással szembe, és elől az oltár felőli falon pedig az imádság 2 körbe bontva, a Jézussal kapcsolatos, meg az ószövetséggel kapcsolatos. Hát ez volt mondjuk az első nagy örömöm a templom festésekbe, és ez maradt később is a foglalat. Most már az alakok is csak szimbólum szolgálatát jelentették, nem kellett semmit se részletezni bennük, csak hogy elfogadható emberi alak legyen, és kifejezze a mozdulatával, elhelyezkedésével azt, amit szimbolizálni akarok vele. November 9-én táviratilag menesztettek a lelkészi szolgálatból. Volt egy LMK, ahol a nők nyugdíjazásának kérdését tárgyaltuk meg. Fölpattantam a hozzászólók között, és mondtam, hogy hát én nem értem, hogy lehet ilyen korlátoltan gondolkodni mai időkben a nők kérdéséről. És mire hazajöttem, leültem, hogy ebédeljek, csöngött a irodába a telefon, hogy azonnal menjek be a püspök hivatalba. Hát miért hivatott püspök úr? Azt mondja, mit mondtál te a lelkész gyűlésen, és akkor esett le a 20 fillér, és akkor azt mondtam, vedd tudomásul, ki vagy rúgva. 3 hétig itt ültem, és nem tudtam, hogy mi lesz, egyre sűrűsödtek a fejgörcseim. Hát ekkor következett 17, a következő 17 év, mert ez 17 év volt az egyházban, a következő 17 év a Taurus Gumipari Vállalat Kutatóintézetében. A Lutherániából becsöngetett dr. Boros Tibor a Taurus Gumipari Vállalat Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Úgy hallotta, hogy én még szeretem is a matematikát, hát majd egy kis idő alatt beledolgozom magam is. Na és hát ilyen lerobbant állapotba kellett nekem elkezdeni a gumiparba. Segédmunkásként kezdve, aztán gumigyártó szakmunkás vizsgát 2 év alatt letéve, meg általános vegyésztechnikum vizsgát letéve. Hát eljutottam egészen a Műszaki Tudományos Együttműködési Ügyintézéséig. De nem voltam rendben magammal. Egyedül annyi volt, amit olvastam, azért, mert a
így akart visszakényszeríteni a Boros Tibor az egyházi dolgokkal való foglalkozásra, hogy ő megírta a Bach kantátát, ilyen egzegézisét. Azt ott munkaidőben olvastatta vele. Tehát nem csak a prédikáció és az igével való kapcsolat, hanem a festészet is. Egyszerűen nem volt idő, nem voltam képes. Közben Margó 5 évig, 73-ig még lelkészként járt a várba, tehát nekem kellett a gyerekeket ellátni hétvégén, amikor ő neki az teljesen be volt fogva. Közben mégiscsak elkezdtem festeni, de szigorúan nem egy házi témát. Az erdőbe, itt a budai hegyekbe Margóval mindig, mint egy ápolónő kísért engem el, hát nagyon, hogy mondjam, mélyen éltem lelkileg. És ültem a fenyőfarönkökön, hogy festem az erdő belsejét, de valahogy sehogy se ment, és akkor lenéztem magam mellé, és ott láttam ilyen gyönyörű járatokat. És azonnal összekapcsolódott a bennem lévő üresség, hogy nincs valami, ami volt, és a szúrágás. Azonnal elkezdődött ilyen gyűjtés, ilyen papírlapokon ez a frottázsnak nevezik a ceruza végével dörzsölni a papírt, és így összegyűjtöttem rengeteg szúrágást. És ez aztán tovább, ugye sok rajzot kellett csinálni, nem sikerült, összegyűrtem, eldobtam, és akkor egyszer így ott fönn a padlás térbe csináltam elvonulva ezeket a dolgokat a mosókonyhába, és látta, bejött szépen a fény, és ráment egy ilyen eldobott papírra, és ott a nagyon szép játéka volt a törésvonalnak, meg a gyűrődött síkoknak. Mondom, megvan. Hát én vagyok ott, összegyűrve, összetörve, és mégis van valami. Valami van ott, ami rajtam. De bennem is van valami, amit csinálni kell. És akkor fölvettem, kisimítottam, és így kezdődtek el ezek a dolgok, amik itt is vannak, ilyen kenyér, papír, ugye megveszi az ember a boltba a kenyeret, összegyűrődve kisimítja, és megfordítja, és akkor kezdi a törésvonalakat válogatni, húzogatni. Mm-hmm. Akkor ráteszek egy skicpausz papírt, és akkor válogatok tovább még. Addig, amíg elhagyok, hozzáteszek, és valahogy ebben a kenyérpapírban és a festékek anyagszerűségében egy irracionális módon összekapcsolódtak, amik az élet kérdéseire valamelyest azért adnak itt-ott olyan választ, amit nem tálcán kínálnak készen, hanem hát meg kell dolgozni a nézőnek is azért, hogy megtalálja. Hát így éltem Pannóniában, már ezen a kis Pannóniában, mindentől és mindenkitől elzárkózva, sehová, senkihez nem menve, nem beszélve, már majdnem a némaságig alakulva, míg aztán egyszer ugye Blatnicki Jánoska be nem csöngetett egy ilyen februári borongós napon, hogy Pista bácsi, most lesz a ünnepség, és hát szeretnénk, hogyha, mint volt segédlelkész, hát részt venne prédikálással. Mondom, azt nem prédikálni, nem tudok. De hát mégis akkor van régi képekkel valami. Hát a régi képek azok már nem aktuálisak, meg nincsenek is.
akkor hát mégis hogyan, mint? Azt mondja, hát legalább jöjjön ki Pista bácsi, és nézze meg azt a feltárást, ami történt. Na, kimentem, megnéztem a Jánossal a templomot. Hát, hogy mondjam, amikor megláttam azt a kis feltárt abszis szentélyt, ami a padló alatt volt, és azon jártunk, én is számtalanszor, akkor úgy éreztem, hogy hát, na, itt van valami olyan csoda, hogy hogy is volt ez, hogy lerombolódott a románkori, lerombolódott a gótikus, lerombolódott az utána következő. Fölépült mindig újra, újra ez a templom, és most is itt van. Hát ez a kövek beszéde, ez elég volt arra, hogy valami görcs, amiben voltam, ami megfogott, abból föloldódjak, felszabaduljak. És már a héven hazafelé egymás után sorakoztak a passió képei, és hogy a kövek prédikációja is belekerült a passióba, azt ez a forma megoldás mutatja, hogy ilyen szétesett kódex lapokról szól. Az egyház története mindig a pusztulás, szétszakadás mutatja, és ezért kellett Jézus Krisztusnak ezt a passiót végigcsinálni, hogy majd egyszer újra össze lehessen fűzni, és újra együtt láthassa az egész népe azt, amiért ő meghalt, a szent együttlétet. Nem ott fejeződik be, hogy Jézus meghalt, hanem hogy Jézus feltámadott, sőt, ahol a sebet mutató Jézus által átengedettek dicsérik és éneklik az Isten dicsőségét. Ez az evangélikus passió. Meghalt és feltámadott Jézusnak, és a vigasztaló Szentléleknek a hármas munkája hintette el szívembe azt, hogy Jézus értem született, meghalt és feltámadott. És ezzel kezdtem el azt a munkát, amelyre Podmaricki professzor úr biztatott, hogy az egyházban szükség van arra, hogy ne csak szóban, hanem rajzban, képben, festményben megjelenjék és megszólaljon ez az értem és értünk Jézusról. Elég a vonal annak a játékából kialakult sík, és mint egy lelket lehelni beléjük valami színnel. Ezek már elegendők ahhoz, hogyha jó kompozícióban vannak rendezve, hogy az embereknek eszükbe jutassák, hogy mi történik. Ezt az utat választottam én is. Amit János neve alatt olvasunk, azzal kezdődik, hogy e világon sötétség volt, és megjelent benne a világosság. Ha megfigyeljük a képeket, egyetlen egyen sincs olyan fény, aminek árnyéka van. De mégis világosság van mindegyiken, ez a dicsőség fénye. Ha életünkre ilyen homály és bizonytalanság vetődne, akkor ezt a világosságot keressük meg Jézusra nézve, az ő születése, halála és feltámadása bizonyára nekünk is majd világosságot hoz
csüggesztő, homályos látásunkban.